A második Medúza filmnapok programjába főleg olyan filmeket válogattak, amelyek témájukban kapcsolódnak Vajdasághoz, vagy koprodukcióban készültek. Ezek a filmek valamilyen módon összekapcsolódnak a vajdasági filmezéssel is. Akár úgy, hogy konkrét szerzők együttműködése által, tehát mondjuk egy vajdasági rendező koprodukcióban készített el egy délszláv filmes csapattal vagy rendezővel egy filmalkotást, illetve vannak olyan magyarországi rendezők, akik vajdasági tematikájú, vajdasági témát dolgoznak fel filmjeikben. A rendezvény megnyitóján jövő csütörtökön független magyar filmek válogatását tekintheti meg a közönség. Másnap Vicsek Károly három alkotását vetítik. Ez azért érdekes, mert ezeket annak idején, amikor a rendező elkészítette a filmeket, akkor a szerbiai, illetve az akkori jugoszláv cenzúra betiltotta őket. Tehát konkrétan a Kereszt Csillaga című alkotása 1975-ben készült, amit először 2001-ben vetítettek be Belgrádban egy filmfesztiválon. A vetítések a Livka Sándor Árt moziban lesznek. Kísérő programként könyvbemutatók és koncertek részese lehet a közönség. A szemlét a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezi.